időnként azért észbe kapunk, és felnőttként szeretnénk egyensúlyba hozni a fejünket, a szívünket és a kezünket, ahogy a másik előadásban mondom. És neki buzdulunk, és azt mondjuk, hogy én nem leszek többet a világ megmentője. Én magamról is szeretnék gondoskodni. Nem leszek többé gondoskodó szülő, aki az ügyfelekre kisgyerekként, gyámoltalan segítségre szoruló kisgyerekekként tekint. Hanem ezzel szemben én létre fogok hozni egy struktúrát, egy rendszert. Izsák Norbert Magyarország első coaching tanszékének a vezetője. A PTF tanszék vezető docenseként két főiskolai coach képzést alapított és vezet. A két képzés mindezidáig egyedülálló módon államilag is elismert, miközben a világ legnagyobb szakmai szervezete, az International Coaching Federation, ICF is a legmagasabb szinten akkreditálta azokat. ACTP. Előadásában röviden bemutatja, alaphozzáállásunk az élethez és a kapcsolatainkhoz hogyan fut egy adott szoftver szerint, amit többnyire csak nagy energiabefektetéssel tudunk újra programozni. Azt is elmagyarázza, hogy játszmákat nem csak a családunkkal, munkatársainkkal, de saját magunkkal, saját magunkban is folytatunk. Néhány gyakori játszma bemutatásán keresztül meg fogod érteni, hogyan gáncsolod el magad. Végezetül Norbert konkrét útmutatót ad ahhoz, hogyan dolgozz magadon azért, hogy ki tud hozni magadból és vállalkozásodból a maximumot. Előadásának címe: Így hagyd abba az önszabotást. Miért rúgod szét a magad által létrehozott rendszereket? És hogyan szokj le róla? Sok szeretettel köszöntelek titeket az online konferencián. Izsák Norbert vagyok, coach, tréner, mentor coach, a PTF coaching tanszékének vezetője, főiskolai docens, és még nem is tudom, hadd ne soroljam, Master Certified Coach, mestercoach, így szokták lefordítani, és az életem egy jó részét azzal töltöm, hogy vagy coacholok, vagy coachokat oktatok és mentorálok, vagy pedig a nemzetközi coach szervezetnek értékelem az angolul, franciául, magyarul beküldött felvételeket. És ezen a mostani előadáson arról fogok beszélni, hogy hogyan tudod abbahagyni az önszabotást. És van egy olyan alcím is, hogy miért rúgod szét az önmagad által létrehozott kereteket, rendszereket, és még egy kisebb zárójelben az is, hogy hogyan szokj le róla. És azért a szakmai ság megkívánja azt, hogy elmondjam, hogy most fél órában minden problémádat nem fogjuk megoldani, fogok adni tippeket, remélhetőleg felismerésekre jutsz, talán elköteleződésekre is, de hosszabb folyamatokhoz, szupervízió, coaching, terápia, ez a 30 perc most kevés. Szóval, ugyanúgy kezdeném ezt az előadást, ahogy a másikat is, röviden felvázolom, hogy mikről fogok beszélni, hova fogunk eljutni a végén, és megint türelmet kérek tőle. Tehát, hogyha az elején még nem érted, hogy mindez hogy kapcsolódik az önszabotáshoz, most ünnepésen ígéretet teszek neked arra, hogy a végén el fogom varni a szálakat. Először egy picit a tranzakcióanalízis alapjairól fogok beszélni, életpozíciókról, meg énállapotokról, kicsit fogok beszélni a dráma háromszögről is, majd a végén pedig elmondom, hogy ezek hogy járulnak ahhoz hozzá, hogy megértsd, miért és hogyan szabotálod magad, és mi lehet a menekülésnek az útja, a megoldásnak a kulcsa. Először is nagyon röviden egy bevezető arról, hogy milyen életpozíciók vannak. Tranzakcióanalízis az Eric Byrne nevéhez fűződik. Karpman volt, aki megalkotta a dráma háromszög fogalmát. Ezzel remélem, hogy lábjegyzetben elhelyeztem a hivatalos forrásokat. Nos tehát, életpozíciók arról szól, ahogy a képen is látható, hogy tulajdonképpen ahogyan hozzáállunk az élethez, az négy minőséget mutat meg, önmagunkkal és a világhoz való viszonyunkkal kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy elképzelhető, és ez lenne az ideális, hogy én úgy alapjában véve jól gondolkodom magamról. Én oké vagyok magammal. Tudom azt, hogy hát leadhatnék pár kilót, tudom azt, hogy időnként vannak zavaros gondolataim, de nem utálom magam, hanem kedvelem magam, kedvelem a saját társaságomat is. És tulajdonképpen én így tekintek a világban is, az összes többi emberre, hogy én oké vagyok, és te is oké vagy. Ez lenne az egészséges hozzáállás.
vállalkozóként nem én valamilyen módon megmenteni akarom a másikat, nem le akarok dugni valamit az ő torkán, hanem egy partneri kapcsolatban működünk. És ez akkor működik, hogyha én magammal is partneri kapcsolatban vagyok, kedvelem, szeretem magam, kedvelem, szeretem a többi embert, és van egyfajta bizalom is közöttünk. Előfordulhat az is, hogy én azt érzem, hogy én nem vagyok teljesen oké. Itt általában a szégyen dominál az emberekben. Valami baj van velem. Nem csak a testsúlyommal, nem csak időnként furcsa gondolataimmal, hanem alapjában véve az én a világban olyan bizonytalanul vagyok, és nem is biztos, hogy annyira kedvelem, szeretem magam. De a másik emberre és a világra úgy tekintek, hogy ők rendben vannak. Mondhatnám, hogy felnézek rájuk tudatalatt, és szeretnék én is olyan lenni, mint ők. És ez kiváltja belőlem a megfelelési vágyat, hogy bárcsak olyan tudnék lenni, mint ők. És kiváltja belőlem azt is, hogy ezt a szégyenérzetet általában el akarom dugni, és azt mutatom magamra, hogy én oké vagyok. Eljátszom azt, hogy oké vagyok, mikor belül bennem van egy csomó bizonytalanság. És ez visszaüthet a vállalkozásomban, az én munkámban, valahogy megpróbálom elnyerni a külvilág tetszését. Lehet, hogy nagyon nagy kedvezményeket adok, azért, hogy mások úgy gondolják, hogy nem is olyan rossz srác az a Norbi. Né, még ő fizet nekem azért, hogy kócsolhasson engem, mondjuk. Ez lenne egy klasszikus nem oké, oké állapot. Vagy éppen ellenkezőleg azt mondom, hogy 1 millió forint 10 perc konzultáció velem, mert hát, ha ettől fogom én okénak érezni magam, hogy egyszer valaki kicsenget ilyen vaskos összeget. Van egy másik lehetőség is, amikor én úgy gondolom, hogy oké vagyok, de a másik ember nem oké. Ez egy kicsit a paranoid világkép, hogy én mindent jól tudok csinálni, és körülöttem csupa hülye rohangászik. Ugye ez azt jelenteni a vállalkozásomban, hogy nem is tudnék coach lenni, csak tanácsadó. Én vagyok a mindenhez értő felkent tanácsadó, nem csak a magyar futballhoz értek, nem csak a magyar borhoz értek, nem csak a politikához és a nemzetközi politikához értek, hanem mindenhez is értek. És megfelebbezhetetlen tekintéként lépek fel, és mondom, hogy ezt így kéne csinálni, úgy kéne sem. Nagyon nehéz egy családban, hogy család élete, hogyha van egy erős ilyen személyiség, egy erős ilyen karakter. Na és akkor lehet a maga a pokol, amikor én sem vagyok oké, és a világban senkit nem látok okénak. Ez a teljes köldöknézés, vagy a teljes depresszió, amikor tudom, hogy hát ővelük is minden baj, és velem is minden baj. És erről nem is szeretnék sokat beszélni, mert kétlem azt, hogy lennének közöttünk olyan vállalkozók, akik ebben az állapotban vannak, mert akkor nem nagyon tudnak mire vállalkozni. Hát ezek az életpozíciók. Egy rövid bevezetés még hadd adjak a tranzakcióanalízisnek az én állapot formájába is, nem sokára fel fog tűnni erről is majd egy kép. Ez valami olyasmit jelent, hogy mindannyiunknak, ez volt Byrne felfedezése, az emberi kapcsolatainkban szükségünk van visszajelzésekre. És sztrókokként definiálta Byrne a minimális kommunikációs egységeket. A stroke itt nem az agyi érkatasztrófára utal, hanem valamilyen simogatásra, valamilyen visszajelzésre. És azt tanítják a pszichológusok, hogy annyira ki vagyunk éhezve a visszajelzésekre, hogy még a negatív megerősítés is jobb, mintha ellennénk vágva a megerősítésektől. És ez nagyon fontos, volt is egy ilyen könyv, hogy mit mondasz a hello után. Tehát mindennek van egyfajta struktúrája az életünkben, tehát nem csak az a fontos, hogy kapjunk visszajelzést, hanem van egy struktúra iránti igényünk. Hogyha elmegyek randevúzni valakivel, nem megyek el, mert van feleségem, de tegyük fel, elmegyek a feleségemmel randevúzni, akkor mit mondunk azután, hogy hello? Hogy azt kell megkérdeznem, hogy drága maga szereti a spenótot? Vagy arról kell beszélgetnem, hogy mi a kedvenc színe? Vagy arról, hogy de szép függőlegesen áll itt a fal? Tehát van egyfajta rendszer is, amiben tudunk gondolkodni. No, én állapotok. Itt alapvetően 3 én állapotot különböztetünk meg. Ez lehet a szülő, azt két részre bontjuk, lehet a gondoskodó, vagy pedig a szabályalkotó szülő. Lehet a felnőtt én állapot, és lehet a gyerek én állapot, amit megint 2-3 részre osztunk. Lehet a szabad gyerek, nem sokára beszélek majd erről, illetve lehet az alkalmazkodó, illetve ennek a párja a lázadó gyerek én állapot. Felnőtt emberként arra kellene, de rosszul hangzik ez, hogy kellene, jó lenne,
ha arra tudnánk törekedni, hogy felnőtt-felnőtt én állapotban tudjunk lenni. Ez a partneri viszony. Az én oké, és te is oké. Ezzel szemben az az általános megfigyelés és tapasztalat, hogy nem így működünk. Mit jelent, akkor nézzük meg először a gondoskodó szülői énállapotot, illetve a szabályalkotó szülői énállapotot. Azért hívja ezeket így Bön, mert nagyon emlékeztet arra, amikor a szülő a gyerekével foglalkozik. Egy gondoskodó szülő, nem tudom, pelenkát cserél a gyermekén, megszoptatja, ad neki enni, adott esetben segít neki a házi feladat elkészítésében, és így tovább. Ez a gondoskodói attitűd. A szabályalkotó szülői attitűd, vagy számonkérő szülői attitűd, amely kihívásokat és elvárásokat támaszt a gyermekével szemben. 8 óra van, most már gyerünk, ideje lefeküdni. Mondjuk. Mondhatja azt is, hogy este 9 után nincs internet, mert holnap iskolába kell menned. Vagy azt mondja, hogy a te feladatod itthon az, hogy elmosogassál, vagy kiteregessél, vedd ki a részedet a családi munkából. Tehát így szabályokat alkot, és azokat számon is kéri következetesen jó esetben. Ezzel szemben áll a gyerekén állapot, és hát a legkedvesebb számomra a szabad gyerekén állapot, ami teli van kreativitással. A másik előadásomban beszélek a kreativitásról és az innovációról, és ez az az igazi flow állapot, amikor szabad gyerekként felelősség nélkül játszhatunk. Kint a homokozóban egészen addig, amíg nem nyeljük le egészben a földi girisztát, azt csinálunk, amit akarunk, a szüleink hagynak bennünket. Ezt követő, tehát a felnőtt életben is szükség van erre a szabad gyerekén állapotra, tehát fontos, hogy ezt valahogy tudjuk integrálni, de ez most nem ide tartozik. Élvezzük az életet. Azt tesszük, amihez kedvünk van, és amiben örömet lelünk. Van a szűkebb rokonságomban olyan ifjú, aki nagyon szereti a lovakat. Minden, amit a lovakról csak lehet tudni, azt vagy tudja, vagy meg fogja tudni nagyon hamar, így a patkolás művészetétől kezdve a különböző nyeregtípusok és egyéb, nem tudom, sörényfonási technológiák, minden érdekli. Szabad gyerekén érdeklődő, kíváncsi, és tanul. Nem azért, mert elvárják tőle, hanem azt, amit ő szeretne tanulni. Ez élvezetet jelent a számára, oxigént, a lélek oxigénje. És van a két másik gyermeki énállapot, az, aki szófogadó, alkalmazkodó, aki azt mondja, hogy igen, 8-kor le kell feküdni, már is megyek, mosom a fogamat. És van a lázadó gyerek, hogy nekem ne mondja meg senki. Én már felnőtt vagyok. Ha azt akarom, hogy elrohadjanak a fogaim, akkor rohadjanak el. És ne szólj bele az én életembe különben is. Na most hát a tranzakcióanalízis azt elemzi, hogy mikor milyen én állapotban van a mi kommunikációnk egymással a környezetünkkel. Tehát elképzelhető az, hogy én felnőtt-felnőtt én állapotban kommunikálok a feleségemmel, de az is lehet, hogy egyszer csak átváltok szülőibe, és azt mondom, hogy drágám, nehogy már megint azt a rongyos cipőt vedd fel, ez szerintem inkább a feleségemre lenne jellemző, hogy nekem mondja. Tehát drágám, ne vedd fel azt a rongyos cipőt, hát hogy nézel ki? Ez egy szabályalkotó szülői én állapot. És erre mondhatom azt, hogy kedvesem, szeretném én eldönteni, hogy milyen cipőt veszek fel. Ez egy felnőtt üzenet. De mondhatom azt, hogy nehogy már te mondd meg nekem, hát ki vagy te? Ez egy lázadó gyerek. Vagy lehet egy alkalmazkodó gyerek, hogy jaj, persze, igen, szerinted melyik cipőt lenne jó felvenni? És lehetne a szabad gyerek, amelyik azt mondja, hogy hagyjuk már a cipőket, menjünk mezítláb, mert olyan szép az idő, végre itt van a tavasz, mondjuk. Ezeknek a tranzakcióknak az elemzéséből következtethetünk arra, hogy milyen kapcsolatban állnak egymással a felek, és hogy lehetne esetleg reszelgetni a kommunikációjukon. Nagyon gyakori az, mondjuk, hogy lehet egy meghívás érkezik hozzám. Mondjuk azt mondja az online konferencia szervezője, hogy Norbi, hát most ez a nem 30 perces előadást kell tartanod, hanem 10 perceset, és ugyanezt tedd bele. Ez egy szabályalkotó lenne. De mondhatná azt is, hogy Norbi, megcsúsztunk az idővel, mit csináljunk? Valahogy össze kéne sűríteni az egészet. Ez egy partneri viszony, felnőtt-felnőtt. Nekem is van mozgásterem, az én véleményemet is kéri.
És mondhatná azt is a szervező, hogy jaj, hát figyelj, ne is vegyük fel az egészet, majd online csinálunk valamit, olyan jó lesz spontán majd ottan eljátszogatni ezekkel a technikákkal, egy szabad gyerek. Érdemes megfigyelni a kommunikációnkat, mert az, hogy mi milyen nyelvezetet használunk, hogyan kommunikálunk, jelezheti, hogy milyen berögzültségeink vannak. Vállalkozói létben. Lehetek én az ügyfelemmel felnőtt-felnőtt, ez lenne az ideális, azt hiszem, de átmehetek gondoskodó szülőbe. Jaj, szegény kis ügyfél, hát nem tudja ezt most kifizetni, hát nem baj, adok neki kedvezményt, vagy én fizetek. Lehet szabályalkotó, hogy velem csak így és így lehet dolgozni, nem tetszik, fel is út, le is út. Lehetséges a szabad gyerek meghívás, szabad gyerekben, hogy hát ki, próbálkozunk, vagy lesz belőle valami, vagy nem. Jó, neked is jó, nekem. Lehet egy alkalmazkodó gyerek, hogy az jó lesz, hogyha esetleg így vagy úgy csinálom? Biztos, hogy lenne neked a legkényelmesebb? Mi okozna neked a legkisebb energiabefektetést? Hogy csináljuk? Biztos, hogy ez így jó? És lehet egy lázadó gyerek, aki szétrúgja az összes addigi megállapodást, és hogy összeszámoltam, nekem ez így nem éri meg, hát menj te a fenébe, hát miért gondolod azt, hogy kizsigerelhetsz engem? És így tovább. Tehát valószínűleg tanulnunk kell a felnőtt-felnőtt nyelvezetet, az oké-oké állapotot. Még egy picit maradjatok velem, és utána elmondom, hogy kapcsolódik ez az önszabotáshoz. Egy harmadik kép, amit mutatok nektek, ez a dráma háromszögről szól, Cartmantól, és ebben a háromszögben általában konfliktusokban, de az az én tapasztalatom, hogy nem csak konfliktusokban, hajlamosak vagyunk, vagy nehezebb helyzetekben hajlamosak vagyunk felvenni egy szerepet. Ez a szerep, ez lehet az üldöző, aki állandóan a másik nyakára jár. És tulajdonképpen folyton be akarja bizonyítani, hogy neki van igaza, és a másik ember téved. Miért nem számon kér? Miért nem csináltad meg? Nagyon erős szabályalkotó szülőt képzeljetek el. Miért nem csináltad meg? Ez így nem lesz jó, az így nem lesz jó. Mert te mindig, mert te soha. Erről felismerhetjük. Könnyen lehet, hogy valaki nem annyira üldöző, mint inkább áldozat, szeret lenni, idézőjelben a szeret. Ezek tudatalatti programok. Miért mindig velem történik ez? Hát nem igaz, hogy csak engem vágnak át az ügyfelek. Mert persze, mert pont az én termékemet nem veszik meg az online webshopból. Ez az áldozat, az általában mindenkit hibáztat, és eltolja magáról a felelősséget. Úgy kicsit olyan, hogy én se vagyok oké, meg így a másik se annyira oké, de hogy én nem vagyok oké, az biztos. És van a megmentőnek a szerepe, aki folyamatosan beavatkozik a folyamatokba azért, hogy megmentse az áldozatot. És egy nagyon izgalmas szimbiózis tud kialakulni megmentő és áldozat, természetesen üldöző és áldozat, és megmentő és üldöző között is. Hát a megmentő azt mondja, hogy jaj, te szegényke, hát én mondjuk egy családi szituációban beugrik az egyik családtag és a másik családtag közé, és azt mondja, hogy hát ez így nem mehet tovább, azt miért bántod mindig azt a szegény gyereket, mondjuk. Vagy te azért nézzél te is magadra, mert mindig csak azt a... Ebben a pillanatban ő megmentő lenne, de már is átmegy üldözőbe, és elkezdi üldözni a korábbi üldözőt, és a korábbi üldöző pedig azt mondja, mi van, már ezért megszólalni se lehet? Már számon se kérhetem a gyereken a házi feladatot? Ő lesz az áldozat, aki az előbb még üldöző volt. És általában erre a dinamikára szoktak járni a konfliktusaink, és hát ebben is jó lenne egy felnőtt-felnőtt párbeszédet mondani. Nem tudom, hogy ismerős-e valamelyik viselkedés, és van-e neked esetleg saját kedvenc viselkedési módod. Na most az a megfigyelése a pszichológusoknak, hogy nem csak személyek között vannak ezek a játszmák, ez az úgynevezett játszma elmélet, hanem saját magunkban is. Tehát azt mondjuk, nagyon könnyű feltérkép, hát jó, nem nagyon könnyű, de egy kis gyakorlással fel tudjuk térképezni azt, hogy milyen tranzakciók mennek a kapcsolatainkban, milyen sztrókokat várunk, milyen simogatásokat várunk. Amikor én oda szúrok
egy lázadó gyerek megjegyzést, hogy mi közöd neked ahhoz, hogy mikor mosok fogad, ezzel igazából azt várom, hogy megkapjam azt a visszajelzést, hogy azt mondják nekem, hogy te neveletlen kölök, fogd be a szádat. Mert nekem jó lesz az, hogy legalább kapcsolatban vagyunk. Legalább valaki figyel rám, odafigyel rám. Amikor én megmentő vagyok, és belépek egy szituációba, és azt mondom, hogy jaj, szegény, hogy segíthetnék rajtad, kapok egy sztrókot, ami megerősít abban, hogy én az egy picit külön vagyok a másiknál. Én vagyok az, aki megmentem őt, és nem fordítva. Amikor én áldozat vagyok, megkapom annak a sztrókját, annak a simogatását, hogy tényleg maga tehetetlen vagyok, tényleg segíteni kell rajtam. Amikor üldöző vagyok, megkapom annak a visszaigazolását, egy, hogy na ná, hogy nekem van igazam, kettő, úgyse fogadják meg a tanácsomat, és ezért megerősödöm abban, hogy hát igen, nekem a világ ellen egy keresztes háborút kell folytatnom, mondjuk. Vagy hát mindenki hülye körülöttem. Áldozatnál is lehet az egy sztrók, hogy kiderül, hogy hát ő se tudott segíteni rajtam, tényleg menthetetlen a helyzetem. Az én nagy világképem, az én nagy világértelmezésem újra egy kerek egészé válik, és ebben megerősödve, gyengén ugyan, de ebben megerősödve mehetek tovább az életben. Na most a helyzet az, hogy ez nem csak a külső viszonyainkban van, illetve lehet így, hanem saját magunkban is. És hogy vannak, lehetnek nekünk belső játszmáink. Byrne írja a könyvében szerinte a klasszikus alkoholista játszmát. Az alkoholista, aki nem szereti magát, és állandóan okot keres azért, hogy ne szeresse magát. És nem feltétlenül azért iszik, mert vágyik a bódult állapotot, természetesen vannak ennek fiziológiai dolga is, hanem azért, hogy másnap reggel utálhassa magát, és az önsajnálatát fel tudja erősíteni. Azok az emberek, akik mondjuk van egy olyan hiedelmük, egy olyan programjuk, ahogy az előző előadásban, vagy a másik előadásban mondtam, vagy mondani fogom, nem tudom pontosan, mi lesz a sorrendje az előadásoknak, az a hiedelmük, hogy mondjuk pénzt kérni egy coaching szolgáltatásért, valamilyen segítő szolgáltatásért, az nem kóser. Csak a segítségért, aki pénzt kér, az egy becstelen briganti. Vagyis, hogyha én pénzt kérek és fogadok el a szolgáltatásomért, akkor én becstelen briganti vagyok. Ez a tudatalatti szoftver, ez felülírja mondjuk a vállalkozói attitűdjét, ami az lenne, hogy hát gyerünk, menjünk és építsünk fel egy önfenntartó vállalkozást. És ez a belső hiedelemrendszer, ez elképzelhető, hogy kapcsolódik az ő szülői én állapotához, hogy nekem gondoskodnom kell másokról, meg kell mentenem másokat, hogy a dráma háromszöget hívjam segítségül. Na most a gondoskodásért a szülői, az anyai, az apai szeretet az nem ingyen van? Micsoda gonoszság lenne pénzt kérni ezért? Elképzelhető, hogy ez a szabad gyerekből származik. Vannak ilyen ügyfeleim is, akik annyira élvezik azt, amit csinálják, hogy hát számukra ez az éltető oxigén. Na most a játékért lehet pénzt kérni? Nem lehet pénzt kérni. Hát az micsoda dolog lenne, hogy ott a homokozóban építjük közösen a homokvárat, és a végén megküldök egy számlát. Ezt nem lehet. És ezért ezek tiltásban vannak. Na most az alkoholista játszmához hasonlóan könnyen lehet, hogy mi időnként azért észbe kapunk, és felnőttként szeretnénk egyensúlyba hozni a fejünket, a szívünket és a kezünket, ahogy a másik előadásban mondom. És neki buzdulunk, és azt mondjuk, hogy én nem leszek többet a világ megmentője. Én magamról is szeretnék gondoskodni. Nem leszek többé gondoskodó szülő, aki az ügyfelekre kisgyerekként, gyámoltalan segítségre szoruló kisgyerekekként tekint. Hanem ezzel szemben én létre fogok hozni egy struktúrát, egy rendszert. És létrehozok egy struktúrát és egy rendszert, de olyan rossz érzések vannak bennem ezzel kapcsolatban, hogy bekapcsol bennem a lázadó gyerek. És a lázadó gyerek, mint csirke a töreket, szétrúgja ezt a struktúrát, mert azt mondja, hogy ez így nem mehet tovább. Mondok ennél még rosszabbat, vagy jobbat, különlegesebbet, és sok vállalkozónál tapasztalom ezt, hogy valószínűleg gyerekkori okok miatt, gyerekkori mintázatok, sérült gyerekén, ilyenek miatt, nagyon élvezik a szabad gyerek ént,
És ezzel nincs semmi gond. Én is élvezem, valószínűleg ez egy tök egészséges dolog. De valahogy a szabad gyerek én nem integrálódott a felnőtt énbe, ami azt jelenti, hogy a vállalkozásra is egy játszótérként tekint. Hogy én most keresek valami klafa kihívást, megcsinálom, és közben játszok, és ez lesz, és az lesz, és nagyon-nagyon-nagyon élvezi ezt a szabad gyerekként, és megoldásokat nyújt az ügyfeleknek, még pénzt is kér érte, el is fogadja a pénzt, számlát is ad róla. És ezt követően történik valami, ugyanis meg kellene tanulni nemet mondani az ügyfeleknek, mert mindannyiunk számára a nap 24 órából áll. De az illető annyira élvezi a szabad gyerekként, hogy folyamatosan várja ezeket a sztrókokat, a megerősítéseket, hogy szeretné már forgatni a lapátot, az újabb homokvárat építeni. És annak ellenére, hogy viszi el tőle az energiát mondjuk egy projektnek a kivitelezése, nem tud nemet mondani, mert megcsillan egy új projekt, ami megint energiát adhat neki. És gyorsan rábólint, hogy oké, idén nem egy online konferenciát csinálunk, hanem minden hónapban csinálunk egy online konferenciát. Annyira klassz ezt megszervezni. Elindul a szervezés, kiderül, hogy ez rohadt sok munka. Hát miért is mondtam én igent? Jön az alkalmazkodó gyerek. Ha én már egyszer ígéretet tettem, akkor azt végig kell vinnem. És mint egy katona elfojtja az érzelmeit, és megy keresztül a hóviharon, ha valaki még emlékszik a Deltára, a Delta című műsor, és az elején ott a hóviharba mennek az Amundsen kinézetű emberek, és akkor ezt végig kell tolnom. És elfogy minden energiája. Mi történik ebben a pillanatban? Energiavesztett állapotban nagyon szeretné bekapcsolni a szabad gyereket végre játszani, feltűnik néhány izgalmas projekt a horizonton, hát ezt muszáj megcsinálnom, és gyorsan igent mond. Anélkül, hogy ezen gondolkodna, mert zsigerileg szereti azt az állapotot, hogy ott valami újat lehet csinálni, valami kreatívat. És nem méri fel felnőttként, hogy ez milyen energiabefektetéssel fog járni. Mondok akkor még rosszabbat, vagy még mást, hogy amikor te nagyon benne vagy az alkalmazkodó gyerekben, mert túl sok az elvárás, túl sok konferencia előadást vállaltál el, túl sok házhozszállítást vállaltál, nem tudom, tehát azt kivitelezni kell, viszi tőled az energiát, eljöhet egy pont, amikor bekapcsol a lázadó gyerek, és azt mondja, hogy hát barom vagyok én, hát 823 forintos órabérért gályázni, vagy 287 forintosért, vagy akármi, hát ez nem éri meg. És ebben a pillanatban szétrúgod azt a rendszert, amit egyébként te állítottál össze, vagy alkalmazkodó gyerekként, vagy felnőttként, de olyan nagy nyomás alá helyezted magad, olyan nagy stressz alá helyezted magad, hogy nem bírod elviselni, válsz is. Amikor szétrúgod ezt, tipikusan egyébként sokan ezért mondanak fel a munkahelyükön. Nem azért, mert nem lenne hozzájuk illő, hanem azért, mert nem tanultak meg nemet mondani. Nem tanultak meg azt mondani a főnöknek, hogy vezetőnek, hogy nekem ez így nem komfortos, változtassunk valamit, átmehetek 4 órába, 6 órába, home office-ba, bár most az elmúlt évben azért mindannyiunknak volt alkalma kísérletezni a home office-szal valahogy, hanem vár-vár nő a stressz, én már eleget szívtam, eleget alkalmazkodtam, puff, szétrúgom az egész rendszert, inkább elmegy. Mi történik ilyenkor? Nagy szabadságot tapasztalsz meg. A lázadó gyereked örül, kiálltam. A szabad gyerek örül, most akkor egy hónapig csak körbeutazom a világot, vagy nem tudom, ezt csinálok, azt csinálok. De olyan nagy lesz a vágy és a kísértés arra, hogy újra megtapasztald a szabad gyerekben a kreativitást, vagy az alkalmazkodást, hogy nem tudsz nemet mondani, beszippant, és akkor megint elterik néhány hónap, vagy néhány év, míg telítődsz, és a lázadó gyerek az puff, működésbe lép. Mi lenne az egészséges? Mi a menekülésnek az útja? Valahogy ezeket a különböző én állapotokat felnőtt kontroll alá helyezni. És a kontrollt itt nagyon félve mondom ki. Valahogy integrálni ezeket, és első lépésként tudatosítsd magadban, hogy amikor teszel egy ajánlatot, elfogadsz egy ajánlatot, amikor megírsz egy üzleti tervet, most éppen milyen én állapotban vagy. Felmérted-e a következményeket? Használtad-e a fejet, a szívet és a kezet nagyjából egyenlő arányban? Mert hogyha ezt felnőtt élállapotban tudod meghozni a fontos döntéseket, utána te áthelyezheted magad abba az én állapotba, hogy most válság van, szegény ügyfeleim szenvednek, most egy kicsit gondoskodó szülőbe helyezem magam, adok egy-két kedvezményt, vagy valahogy segítek neki. De ezt tudatosan teszem, nem azért, mert nem tudok másképpen dönteni.
És ez egy nagyon fontos különbség. Most valamilyen új terméket fejlesztünk, ezért én gyerek én állapotba hozom magam, szabad gyerekbe, és kreatívan ötletelünk és innoválunk, és végigvisszük ezeket a nagyszerű ötleteket. És hú, érzem azt, hogy most már kezd ez egy kicsit sok lenni. Éppen ezért most az alkalmazkodó gyereket egy picit hátrébb viszem, és azt mondom, hogy ne akarjon megfelelni a sokféle elhívásnak, sajnálom, ebben a hónapban 5 projektnél többet nem tudunk felvállalni, vagy 10 ügyfélnél. Vagy azt mondom, hogy ajaj, itt a lázadó gyerek akar bekapcsolni, akkor inkább ezt a dolgot most elengedem, hátrébb húzódok, vagy valami hasonló módon, de felnőttként fogok rátekinteni erre az ügyre. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ezt kívánom nektek, és nagyon szívesen meghallgatom a gondolataitokat, kérdéseiteket, hogy törekedjetek arra, hogy tudatosan, felnőtt én állapotban hozzátok meg a fontos döntéseket, de azért ne hanyagoljátok el a szabad gyereket, mert anélkül mi értelme van az életnek?